fejlesztési források. Elfogadta Brüsszel Magyarország 2014-20-as időszakra vonatkozó vidékfejlesztési programját. Összesen 1300 milliárd forintot használhat fel hazánk erre a célra. Egyszerűbb ügyintézés. Kormányablak nyílt Tiszavasváriban. A városban és vonzás körzetében élők így egyszerűbben, gyorsabban intézhetik ügyeiket. Becsengettek. Országszerte 1,2 millió gyerek számára kezdődött el a tanév szeptember 1-én. Az iskolák egy jelentős része idén is az idegen nyelv oktatására helyezi a hangsúlyt. Elfogadta Brüsszel Magyarország 2014-20-as időszakra vonatkozó vidékfejlesztési programját. Összesen 1300 milliárd forintot használhat fel hazánk erre a célra. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Lipők Sándor miniszteri biztos sajtótájékoztatóján kiemelte, a program a vidéki munkahelyek megtartására és új munkahelyek kialakítására fókuszál. A szeptembertől elérhető pályázatok a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és a faipar versenyképességének növekedéséhez is segítséget nyújt. A nagybirtokok helyett a kisbirtokokat részesíti előnyben az új vidékfejlesztési program, amelyre 1300 milliárd forint áll rendelkezésre a nagyüzemektől átcsoportosított területalapú támogatással együtt hangzott el a tájékoztatón. 2014 és 20 között a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti beruházások a többi uniós tagállamhoz képest itthon kiemelkedően magas 40%-ban részesednek a programból. Az agráriumban a munkaigényes ágazatok, állattenyésztés, kertészet és az élelmiszerfeldolgozás szintén preferált terület lesz. A vidéki foglalkoztatás növelése, új munkahelyek létrehozása és a jelenlegiek megtartása áll a vidékfejlesztési program középpontjában. Brüsszel is támogatja azt, hogy a vidékfejlesztési programmal kapcsolatosan az egyik nagyüzemi támogatás helyett a kis és közepes vállalkozások, illetve a családi gazdaságok kapják a jelentős mértékű támogatást. Itt a program forrás kerete az ugyebár 2014 és 20 közötti időszakban a 7 évben az 1300 milliárd forint, és sikerült azt elérnünk, hogy ennek a programnak a 80%-át a fentebb említett, vagy az előbb említett kis és közepes családi gazdaságokhoz tudjuk forrásként eljuttatni. A miniszterelnökség a pályázati felhívásokat előkészítette, az első pályázatok szeptembertől folyamatosan megjelennek. A kormány elfogadta a megyék és a megyei jogú városok által készített integrált területi programokat, mondta el a miniszteri biztos. A területi operatív programokat, azokat mi megalkottuk, és ahhoz, hogy a pályázati kiírásokat megkezdhetjük, ezért az integrált területi programoknak az elfogadása volt egy utolsó akadály. Ezeket az integrált területi programokat a kormány elfogadta, jóvá hagyta, és az utolsó akadály is lebontódott az elől, hogy a pályázati kiírások megkezdődjenek, ezek már előkészületek formában vannak, és az ősz folyamán a konkrét pályázati kiírások meg fognak jelenni a megye települései, gazdasági fejlesztésben és minden egyébben, amiben a területi operatív program megfogalmazódott. A területi operatív programok célterülete Magyarország Budapest és Pest megyén kívüli területe, 18 megye és 22 megyei jogú város. A megyék összesen 799 milliárd, a megyeszékhelyek 387 milliárd forintot használhatnak fel. Szabolcsnál Bereg megyébe 113,91 milliárd forint érkezik, ebből a megye 89,28, Nyíregyháza 24,63 milliárd forint uniós forráshoz jut. Az integrált területi programok elfogadása előfeltétele volt annak, hogy ősszel megjelenhessenek a végleges felhívások a támogatások lehívására. Kormányablak nyílt Tiszavasváriban. A városban és vonzás körzetében élők így egyszerűbben, gyorsabban intézhetik ügyeiket. A kormányablak átadásán a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal főigazgatója elmondta, jelenleg mintegy 350, ám másfél éven belül már akár 2000 ügykörben kereshetik majd fel a lakosok a kormányablakokat.
2011-ben kezdték meg működésüket az első kormányablakok, azóta folyamatos a hálózat bővítése, mondta Tiszavasváriban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal főigazgatója. Bogáti János hozzátette, az ország legkeletibb megyéje élen jár a kormányablakok kialakításában. A mai napig 6 kormányablakot adtunk át, és a következő másfél hónapban 16-ra fog kiegészülni ez a szám a korábbi okmányirodai bázisokon. Különlegességünk még az országban nagy megyeként, hogy egyetlen egy okmányirodánk marad, minden okmányirodánk kormányablakká fog átalakulni, természetesen az új kormányablakokon kívül. Jelenleg 350, közel 350 ügykölt intézhetnek el a kormányablakban az állampolgárok, és a következő másfél évben ez 2000-re fog kiegészülni. A rendezvényen Vinnai Győző országgyűlési képviselő arról szólt, a kormányablakok országos hálózattá bővítése megkönnyíti és gyorsabbá teszi az állampolgárok ügyintézéseit. Év végéig mintegy 260-280 kormányablakot adnak át országosan, és a megyében minden járási székhelyen lesz, illetve nagyobb városokban, például ilyen Rakamaz, amely városok a térségekben, a kistérségben meghatározó szerepet töltenek be. Én azt gondolom, hogy Nyíregyházán jól működött az első kormányablak, és ebben a járásban pedig mintegy 30 ezer embert fog kiszolgálni a Tiszavasváriban és a Tiszalökön működő kormányablak. A tiszavasvári járásban korábban már átadtak egy kormányablakot, emlékeztetett a járási hivatal vezetője. Hosszú József a 2015-ös adatokat ismertette Tiszavasváriban. A tiszavasvári járási hivatalnál a tiszavasvári és a tiszalöki helyszíneken összesen több mint 30 ezer ügyfél fordult meg az év első 8 hónapjában. Ebből a tiszalöki kormányablakban 12 000 ügyfél, ami azt jelenti, hogy napi és heti 400-nál is több ügyfelet fogadtak a kollégáink. Én úgy gondolom, ez elég sokat mondó szám. Én azt várom a tiszalöki-vasvári kormányablak megnyitásától, hogy a tiszalöki kormányablak egy picit tehermentesül, és nem csak a tiszalöki-vasvári ügyfelek, hanem Nagycserkészről, Nyíregyházáról, sőt még Hajdonánásról, Polgárról is idejárnak majd az ügyfelek, hiszen nyitva a tartásunk abszolút ügyfélbarát. Az új tiszalöki-vasvári kormányablak a Városháza földszintjén kapott helyet, ahol modern körülmények között felkészült udvarias szakemberek segítségével intézhetik majd ügyeiket a helyi és környékbeli lakosok. Országszerte 1,2 millió gyerek számára kezdődött el a tanév szeptember 1-én. Az egyik legfontosabb változás, hogy mostantól az általános és a középiskolák összes évfolyamán kötelező a mindennapos testnevelés. Az iskolák egy jelentős része idén is az idegen nyelv oktatására helyezi a hangsúlyt. Ennek köszönhetően sok általános iskolás már a 8. osztály végén középfokú nyelvvizsgát tud tenni. A gyerekek műsoraival és ünnepi megnyitóval kezdődött a tanév kedden reggel a nyíregyházi Bem József általános iskolában. Itt évfolyamonként 3 osztályban átlagosan 29 fős létszámmal kezdik meg a tanítást. Az idei tanév június 15-ig tart, és 181 tanítási napból áll. Iskolánk a nyíregyházi Bem József általános iskola 3 tagintézményével együtt 1470 gyerekkel büszkélkedhet. Itt a székhelyi intézmény a Bemiskolában 670 gyerek jár. Az idei évben mintegy 100 elsős és ugyanannyi 8-os kezdte meg a tanévet ebben az iskolában. Első osztálytól kezdve kezdenek el a gyerekek angol nyelvet tanulni, heti 1 órában, majd másodikban heti 2-ben, harmadik, negyedikben heti 3-ban, és 5. évfolyamtól lehetőség van arra, hogy a gyerekek a szintjüknek megfelelően heti 3, heti 4 vagy heti 5 órában tanulhatják az angolt, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az előző tanévben 24 gyereknek sikerült középfokú nyelvvizsgát tennie 8. osztály végén. Az Rényélon a gimnáziumban a tanévnyitó után osztályfőnöki órákkal indult a szeptemberi tanítás. Az első 2 évben nincs tagozat, viszont már akkor is a nyelvi képzés megalapozására helyezik a hangsúlyt. Az utolsó 2 évben viszont fakultációkra jelentkezhetnek a hallgatók, akiket így emelt szintű tantárgyakkal készít fel a gimnázium a felsőoktatásra. Elindult a tanév, ma reggel az udvaron megtartottuk a 98. tanévünk évnyitóját. Ez mindig nagy esemény természetesen egy iskola életében, számtalan új feladattal. A felelősséget növeli, hogy nagyon-nagyon sok gyermek jár az iskolában. 21 osztállyal kezdjük most a tanévünket, még nyilván ez nem a pontos októberi statisztika, 650 gyerekkel indulunk. Külön öröm, hogy a 4 osztályt, az induló 4 osztályt
a 9-eseket sikerült maximálisan feltölteni, tehát egy olyan 130 gyerek juthatott be a közel 4-szeres túljelentkezés után a Zrínyi Ilona gimnáziumba, és remélem, hogy az értékrendszerünket követve ők is sikeresen eljutnak majd az érettségig. A tanévkezdést számtalan változás érinti, például a következő érettségi vizsgához már szükséges lesz a közösségi szolgálat teljesítése. Továbbá mostantól az általános és a középiskolák összes évfolyamán kötelező lesz a mindennapos testnevelés, ami egyes intézményekben infrastruktúrális nehézséget okoz. Idén már az elsőtől a harmadik osztályig kapják ingyen a tankönyv csomagokat a gyerekek, a felsőbb évfolyamokon viszont megmaradnak a rászorultsági alapú támogatások. Szeptembertől várhatóan a menzákon is változás lesz, kevesebb egészségtelen, zsíros és túlfűszerezett ételt kapnak majd a diákok. Szeptember 1-től az óvodások, bölcsődések 90%-a ingyen étkezhet. A napokban a szülők már megkapták az önbevalláson alapuló rászorultsági nyilatkozatot, ahol az egyfőre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 89.408 forintot, ott jár a térítésmentes napi háromszor étkezés. Az új tanévben kétszer annyi gyermek étkezhet térítésmentesen, mint a megelőző években. A bölcsődések és az óvodások szinte 90%-a ingyen ebédel az alapfokú oktatási nevelési intézményekben. A jogszabályban rögzítettek szerint a három vagy több gyermeket nevelő családok számára, a tartósan beteg gyermekeknek már eddig is járt a támogatás. Szeptember 1-től azoknak a családoknak sem kell fizetni a napi háromszori étkezésért, ahol az egyfőre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a minimálbér 130%-át, ami 89.408 forintot jelent. A kérelemhez szükséges nyomtatványt már megkapták a szülők. Sokan beleesnek ebbe a körbe, és nagyon örülnek is a szülők, hogy most már ingyenesen étkezhet napi háromszor a gyermeke, azért ez egy nagyon jó dolog, és örülnek neki. És hát vannak, hát gyakorlatilag azok nem esnek ebbe a körbe, amelyiknek, ahol mind a két szülő dolgozik, és csak egy gyermeket nevelnek, itt azért ez már előfordul, hogy nem tudják érvényesíteni az ingyenes étkezésüket. Az intézmények nem kérhetnek semmilyen jövedelem igazolást. A családok rászorultsága önbevalláson alapul, amit később az illetékes hivatalok ellenőrizhetnek. Eddig ebben az óvodában, ahová 104 gyermek jár, a napi étkezési díj 400 forint körüli volt. Ez havonta közel 9000 forintot jelentett egy gyermek esetében. Mint az ismert, a gyerekek rendszeres egészséges étkeztetését, oktatását és nevelését szeptembertől a 3 éves korhoz kötött kötelező óvodáztatás is biztosítja. Városon ez azért egy bevett gyakorlat volt eddig is, hogy 3 éves korú gyermekeket már hoztak. Inkább most ez volt, hogy augusztus 31-ig, aki betölti, annak kötelező, aki pedig október, november, decemberi vagy a rákövetkező évben tölti, tehát azoknak még nem kötelező, ez rájuk nem vonatkozik a törvénynek ez a kitétele, úgyhogy ők még maradhatnak egy kicsit, meg bölcsődébe is maradhatnak még 4 éves korukig a gyerekek, tehát nem maradnak ellátás nélkül. Azok a gyerekek, akik tanév közben töltik be a 3. életévüket, évközben is kérhetik óvodai felvételüket. A szatmárnémeti térségből 8 diák érkezett a Lubi Társaság honismereti táborába Berek-Darócra. A programokról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Gól nélküli döntetlennel zárta első idegenbeli mérkőzését a Kisvárda Masztergúd. Sós Imre együttese az NB2 5. fordulójában a Soroksár otthonában szerzett 1 pontot. A hétvégén nem rendeznek fordulót a másodosztályban, a Kisvárda a tabella 9. helyén várja a folytatást. A csengeri edzőtábort követően hazai környezetben folytatja a felkészülést a nyíregyházi kosársuli, amelyhez már csatlakoztak az új játékosok. A hétvégén 3 napos nemzetközi utánpótlás tornát rendez az egyesület, amelynek zárásaként vasárnap délután a felnőtt csapat a Szolnokkal játszik felkészülési mérkőzést. A szatmárnémeti térségből 8 diák érkezett a Lubi Társaság honismereti táborába Berek-Darócra. A határon innen és túli összesen 20 résztvevő szűkebb szülőföldjük a történelmi Szatmár múltjával, irodalmával, néprajzával ismerkedett 6 napon keresztül.
A Szatmár Akadémia határon innen és túl, mégis itthon elnevezésű programot a Lubi Társaság hívta életre. A Nemzeti Együttműködési Alap által támogatott rendezvényen belül 6 napon keresztül táborozott 20 résztvevő Beregdarócon. Az itteni órák, előadások, játékos foglalkozások csak az egyik részét képezték, a Szatmár múltját, irodalmát, történelmét, néprajzát, természeti csodáit, gasztronómiáját, zene múltját megismertetni kívánó programoknak. A többi napokon hosszabb vagy rövidebb kirándulásokon vettünk részt. Ezek elsősorban Szatmárnak a legfontosabb nevezetességeit, illetve a kevésbé ismert helyét mutatták be a gyerekeknek, és egy nap pedig átmentünk a határon túlra, ahol az egykori megyeszékhelyünk Nagykároly és Kaplony nevezetességeivel ismerkedtünk meg. Úgy érzem, rendkívül fontos volt a gyerekek életében ez a tábor. Ezek a fotók a honismereti tábor alatt készültek, a gyerekek többek között a szatmári ízekkel és nevezetességekkel ismerkedtek meg, valamint több előadáson, játékos vetélkedőn vettek részt. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehettem is, hogy megismerkedhettem jobban ugye Szatmár megye történelmével és egész népével. Köszönöm a Lubi Társaságnak, hogy határt építhettem a határok felé, hídat építhettem a határok felé, és rengeteg embert megismertem, és sok barátot szereztem, és élményekkel gazdagodtam. A rendezvényen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke azt mondta, a határon átnyúló együttműködési programok nem csak gazdasági kapcsolatainkat tudják erősíteni, hanem nemzettudatunkat és az emberi kapcsolatokat is. Élén járunk azoknak a határmenti programoknak megvalósításában, amelyeket egyrészt az Európai Unió forrásai tesznek lehetővé, másrészt pedig a hazai források tesznek lehetővé számunkra. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezeknek a határoknak az úgymond megnyitása a kötelező feladatunk. Természetesen a megnyitás szó az egy kicsit idézőjelesen értendő. Azt szeretnénk, hogy valóban az emberi kapcsolatokon keresztül szűnnének meg azok a határok, amelyek a történelmi döntések során így alakultak. A Szatmár Akadémia augusztus 28-án zárult, a tervek szerint a Lubi Társaság jövőre is megszervezi a honismereti tábort. Gól nélküli döntetlennel zárta első idegenbeli mérkőzését a Kisvárda Masztergód. Sós Imre együttese az NB2 ötödik fordulójában a Soroksár otthonában szerzett egy pontot. A hét végén nem rendeznek fordulót a másodosztályban, a Kisvárda a tabella 9. helyén várja a folytatást. 4 hazai mérkőzést követően az 5. fordulóban lépett pályára először idegenben a Kisvárda, mégpedig a meccs előtt pont nélkül az utolsó helyen álló Soroksár otthonában. A vendégek az első fél időben 11-es hibáztak, és a folytatásban is csak helyzetekig jutottak, így 2 vereség és 2 győzelem után első döntetlenjét játszott a másodosztály újonca. Úgy érzem, hogy lényegesen jobb együttes vagyunk, mint a Soroksár, ennek ellenére a mérkőzés végén meg kellett elégednünk az egy ponttal. Köszönhető annak, hogy az első fél időben többet tettünk a győzelem megszerzésért, mint a hazaiak, és jóval többet kezdeményeztünk. Nagyon nagy helyzetünk talán 2-3 volt, illetve volt egy 11-es, amit elpuskáztunk. Ezeket nem sikerült gólra váltani, a második fél időben pedig Hát nem a legjobb pályán, elsősorban az üvegetés vett át a főszerepet, és már akkor nem tudtunk az ellenfél fölé kerekedni. Mentünk mi a gólért, próbáltunk cserékkel változtatni, az ellenfél nagyon agresszíven, keményen játszott, belső védőnket könyöklési jelre kellett cserélni, könyöklés után felszakadt a szemhéja, tehát durván játszottak. Ennek ellenére mi sem voltunk az igazak, talán a nagy meleg miatt, illetve a tét miatt is, hogy idegenben megmutassuk, hogy tudunk nyerni. Nagyon szomorúak voltunk, ugyanakkor el kell ismerni, hogy a Soroksár is sokat tett a döntetlenért. A forduló további eredményei: Siófok-Balmazújváros 0-0, Budaörs-Csákvár 1-0, Szigetszentmiklós-Gyirmót 2-2, Mezőkövesd-Szolnok 3-1, Ajka-Szeged 5-0, Dunaújváros-Sopron 2-1 és Vác-Zalaegerszeg 1-4. A tabella élén az egyaránt 11 pontos Gyirmót és Mezőkövesd áll, a Kisvárda Masztergód 7 ponttal a 9. helyen várja a folytatást. A hétvégén nem rendeznek fordulót a másodosztályban, a várdaiak legközelebb szeptember 12-én hazai környezetben az Ajka ellen lépnek pályára.
A csengeri edzőtábort követően hazai környezetben folytatja a felkészülést a nyíregyházi kosársuli, amelyhez már csatlakoztak az új játékosok. A hétvégén háromnapos nemzetközi utánpótlás tornát rendez az egyesület, amelynek zárásaként vasárnap délután a felnőtt csapat a Szolnokkal játszik felkészülési mérkőzést. Több éves hagyomány, hogy a nyíregyházi kosársuli a felkészülési programjába beilleszt egy egyhetes csengeri edzőtábort. Az elmúlt hetet 60-an töltötték a határmenti városban, ahonnan több korosztályos együttes is ellátogatott Nagyváradra, ahol egy minitornán léptek pályára a fiatalok. A felnőttek pedig Farkasinszki Gábor erőnléti edző irányításával izzadtak a tornateremben és az atlétikai pályán. Még mindig az erőléti dolgokat próbáltuk meg a lányokkal elsajátítani, futottak, különböző speciális eszközökkel folytatták az erősítő feladatokat, természetesen azért előkerült már a labda is, próbáltunk egy pár olyan taktikai dolgot gyakorolni, ami a későbbiekben hasznos lehet. A kisebbek azok ugye nagyon sok futómunkát végeztek, őket kivittük még a kinti rekordtámpályára és egy kis futómozgás elvégzésére, mert rengeteg labdás ügyességfejlesztő feladatokat végeztek, és ugyanúgy próbáltak hozzászokni azokat az eszközökhez, amit a későbbiekben használni fogunk, tehát elkezdték a dinepánákat, a létrát használni, ugye ami még az ő korosztályokban lényeges lehet, sőt a sok esetben még a gát is előkerült ugye a szögdeléseknél, tehát szerintem ez egy nagyon jó felkészülés volt. Már megérkezett a csapathoz a legutóbbi két szezont Németországban töltő Lizák Kitti és az ukrán korosztályos válogatott Popenko Alexandra. Új játékosnak számít a 18 esztendős Fekete Dóra is, aki az elmúlt szezon rájátszásában már a nyíregyháziakat erősítette, de most került át Szolnokról véglegesen az NKS-hez. A csapattól mindenféleképpen azt várom, hogy először is bekerünk a rájátszásba a felsőházba, és utána pedig szeretnék az első három helyen végezni. Magamtól pedig, hogy minél többet és minél jobb játékommal segítsem a csapatot. Remélem, hogy egyre több ponttal, amit már a szezon végén néhányszor sikerült is elintéznem. A nyíregyházi kosársuli péntektől vasárnapig egy nemzetközi utánpótlás tornát rendez, amelynek zárásaként vasárnap 17 órától a felnőtt csapat a Szolnok ellen lép majd pályára a Szent Imre gimnázium csarnokában. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer néhány mondatban. Elfogadta Brüsszel Magyarország 2014-20-as időszakra vonatkozó vidékfejlesztési programját. Összesen 1300 milliárd forintot használhat fel hazánk erre a célra. Lipők Sándor miniszteri biztos sajtótájékoztatóján kiemelte, a program a vidéki munkahelyek megtartására és új munkahelyek kialakítására fókuszál. A szeptembertől elérhető pályázatok a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és a faipar versenyképességének növekedéséhez is segítséget nyújt. Kormányablak nyílt Tiszavasváriban. A városban és vonzás körzetében élők így egyszerűbben, gyorsabban intézhetik ügyeiket. A kormányablak átadásán a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal főigazgatója elmondta, jelenleg mintegy 350, ám másfél éven belül már akár 2000 ügykörben kereshetik majd fel a lakosok a kormányablakokat. Országszerte 1,2 millió gyerek számára kezdődött el a tanév szeptember 1-én. Az egyik legfontosabb változás, hogy mostantól az általános és a középiskolák összes évfolyamán kötelező a mindennapos testnevelés. Az iskolák egy jelentős része idén is az idegen nyelv oktatására helyezi a hangsúlyt. Ennek köszönhetően sok általános iskolás már a 8. osztály végén középfokú nyelvvizsgát tud tenni. A Kölcsei Televízió keddi hírműsorát látták. Friss hírekkel szerdán este jelentkezünk, híreinket addig is megnézhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is folytatódik a szeptemberi kánikula. Délnyugat felől továbbra is igen meleg, afrikai eredetű levegő érkezik fölénk, csak estére közelíti meg térségünket északnyugat felől az a hideg front, amely lassan meghozza az enyhülést. Éjjel derült, száraz idő várható, a délnyugati szél időnként megélénkül, reggelre általában 17 fokig csökken a hőmérséklet.
Holnap napközben napos, gomoly felhős idő valószínű, napközben még nem lesz csapadék, majd estétől zápor, néhol zivatar is előfordulhat már. Az északnyugati szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 32 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás még nincsen térségünkben. Csütörtöktől lassan gyengül a nappali felmelegedés, a hétvégén már 25 fok körüli maximumok várhatók, csütörtöktől szorványosan zápor, zivatar is előfordulhat, szombaton azonban frontálzóna húzódik hazánk fölé, emiatt akkor több felé kell csapadékra számítani. Ma van a meteorológiai ősz első napja, ha ezen a napon esős az idő, akkor abból esős őszt jósol a néphagyomány.